Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem Tiszakécskéről. A találkozások háza, vagyis Lübecke ház mellett vagyunk. Itt van egyébként a Tiszakécskei kisvasútnak a végállomása. És itt egy nagyon rövid körbetekintőt és egy kérdésfeltevést fogunk tenni, illetve egy kicsit körbetekintünk. Egy nagyon kellemes kis kiülő van padokkal, kicsit össze van csikkezve, tehát ez van, és nézzétek meg ezt a házikót. Ez a jó kis ilyen, ez a régi svájci stílus, de egyébként ez egy teljesen új ház. Azt hiszem talán, hát nem olyan régen épült, majd mindjárt itt a, most vagy 2002, vagy 2020, nagyon nem mindegy. Ilyen szép kis virágágyással előtte. És itt majd a háznak a elején lévő emléktábla, ott majd el tudjuk olvasni, hogy mikor épült. És a dolgokat az előbb én már itt voltam és elolvastam, hát 2002-ben, és Lübecke város adományozta a városnak. Azt hiszem, hogy talán testvérváros a Tiszakécskének, de ebben nem vagyok biztos, és ugye a Tiszakécskei önkormányzat építette, és mint mondtam, találkozások háza a neve, hogy mi történik benne és ki találkozik, azt nem tudom, de hogy itt kedvelik a helyiek, az biztos, mert itt láttam fiatalokat, idősebbeket, mindenkit feelingelni és sétálgatni, most éppen relatíve kevesen vannak, és hát ugye itt a kisvasút látogatás céljából jöttem ide, de a kisvasút ma sajnos nem közlekedik, mert mint megtudtam, ugye életbe lépett az utószezoni nem menetrend, hanem az utószezoni menetrend előtti karbantartás, és így nem sikerült kisvasutaznom, ellenben itt a kisvasút végállomásánál felfedeztem egy-két dolgot, amit még nem nagyon jegyeznek. Például itt van ez a Petőfi emlékmű, ugyanis Petőfi 200 éve született 1823-ban. Múltkor ugye eltévesztettem egy vlogban, és nagyon lecsesztetek érte, egyébként joggal, mert nem összekevertem a dátumot az évszámmal, ugye nem a század elején, hanem az év elején, január 1-én született. Ezt az emlékművet egyébként idén júniusban állították Petőfi Sándor tiszteletére, és egyébként egy ilyen látszóbeton, öntött beton talapzatra két dombormű készült, és hát most nem tudom, itt megpróbálok közelebb menni, és kicsit ráfókuszálni, de a fényviszonyok azok elég gyengék. Retkes Máté fiatal szobrászművésznek az alkotása, ez a kis plasztika vagy dombormű, és hát eléggé furcsának találtam elsőre az ábrázolás, de mint kiderült, olyan kicsit olyan sterilnek, meg ilyen, nem is tudom, olyan, tehát hogy nem a forradalmár költő jut róla eszembe, de hát mint kiderült, hogy ez egy 1845-ös ábrázolásnak az után érzése, és azt próbálta újraalkotni a művész, és hát így már egészen más a történet. Egyébként itt az emlékműnek a tetején ugye egy Petőfi idézet nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Hát itt is kanyarog a Tisza, de nem itt siet bele a kis túr, úgyhogy itt ez valamiféle párhuzamot testesít meg, mert hogy egyébként itt a Google térképen az van írva, hogy a manifestálódott párhuzam, és hogy az mire vonatkozik, azt nem tudom, csak találgatni lehet. Hát ilyen szempontból a kanyargó Tisza, ahol a kis túr siet beléje, meg ez, ahol szintén kanyarog a Tisza, ez lehet egy párhuzam, így a Petőfi emlékmű kapcsán, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az, és már láthattátok, egy kicsit spoilereztem a háttérben ugye a másik kiállított tárgyat, ugye a szobor járművet, nem mondom, hogy mozdony, lehet, hogy azzal kapcsolatos a párhuzam manifestálódása, de előtte nézzük meg ezt. Ez már nem másolat, hanem az alkotónak a
alkotása, tehát ő gondolta ki, ő alkotta meg ezt az ábrázolást, a segesvári csatát ábrázolja is, bocsánat, ahol ugye Petőfi elhunyt, illetve eltűnt, hát gyaníthatóan elhunyt, hiába keresték őt Balguzinba, meg mit tudom én hol. És akkor itt is egy idézet, Isten után legszebb és a legszentebb név a Honvéd nevezet. Rossz a szemem, szarul tudok olvasni, hogy ne iparkodnám, hát megérdemelni ezt a szép nagy nevet. Iparkodom teljes szívemből, ó hazám, megvédeni téged, védni, fölemelni téged, s lesújtani a te ellenséged. Hát gondolom ez is Petőfi idézet, én ezt nem ismertem, ezt a verset. Egyébként ugye, hát ugye Petőfi születésének 200. évfordulója véget, most Petőfi év van, és ennek kapcsán emelték ezt az emlékművet. És akkor itt látható ám a Kisvasútnak a végállomása bal oldalon, és vele párhuzamosan pedig egy másik vágány, egy normál nyomtávú vágány, melyen egy TVG, egy tehervágány gépkocsi, egy ilyen PFT-s gép van kiállítva. Hát lehet, hogy ez a manifestálódott párhuzam, hogy itt a párhuzamosok éppen nem találkoznak, még a végtelenben sem, mert hogy a Kisvasút vágánya, meg ennek a szobormozdonynak, vagy szoborjárműnek a vágánya itt párhuzamot alkot, illetve hogy a nagyvasút, kisvasút párhuzama, én erre, ezekre a dolgokra tudok gondolni, vagy pedig valami teljesen más dolog, és valaki valamiért fölírta a Google térképre, nem tudom megmondani őszintén bevallva. Itt érdekes, hogy a megvan a TVG-nek minden ablaka, de ott lent meg ilyen üvegcserép van, hogy ezt lehet, hogy még nagyon úgy néz ki, mintha ez egy betört ablaknak a maradványa lenne, de lehet, hogy betörték, aztán utána beüvegezték, ezt meg nem söpörték össze, vagy pedig valaki valami egészen más üveget tört itt össze. Minden esetre itt körbejárjuk ezt a kis TVG-t, majd egy picit a Kisvasút végállomást is meg fogjuk nézni, mert ott is van egy apró érdekesség. Na hát itt meg az előbb nagyon árnyékosak, most meg nagyon naposak vagyunk. Nézzük meg itt a TVG, tehát itt manifestálódik éppen a párhuzam, de hogy ez konkrétan mit jelent, azt nem tudom, ez egyúttal találós kérdés is nektek, hogyha valaki tudja, vagy valaki eltalálja, vagy kitalálja, akkor kérem, hogy írja meg kommentben, hogy miféle párhuzam manifestálódik itt. Ugye itt van benne a TVG-nek a motorja, a motortere, és ott benne oldalt körbe le lehet ülni. Elég sokan elférnek benne, ugye a pályafenntartó brigád föl tud ülni ide a TVG-re, és hát a TVG-höz ilyen kocsikat is lehet, kis kocsikat kapcsolni, amin ugye lehet különböző pályafenntartási anyagokat szállítani. És akkor most megpróbálunk még jobban benézni ide a TVG-be, hát ha egy kicsit a vezetőasztalt is meg tudjátok nézni. Hát így néz ki egy TVG vezetőasztala, bemenni, hát nem hiszem, hogy be tudunk, én most nem próbálok kilincselni, gondolom, hogy be van zárva. De azért megpróbáljuk, de természetesen be van zárva. Nyilván nem hagyják nyitva, hiszen azért a rongálás veszély az ilyen esetben mindig fennáll. És akkor még egy dolgot meg fogunk mindjárt nézni. Itt a Kisvasút végállomását, hogy legyen egy kis szakmázás is, ugye mindig szoktunk a Rikári vlogban szakmázgatni. Itt egyszerűen egy kétvágányos kis állomása van a Kisvasútnak, ahol van egy darab peron és körbe tud járni a gép, hát vonattalálkozásra nem azért nincs lehetőség, mert ugye nem lenne rá alkalmas az állomás, hanem azért nincs lehetőség, mert hogy csak egy mozdony van, egy szerelvénnyel, úgyhogy
vonat találkozásra, ugyebár esély sincs, ha csak nem idehoz valaki mondjuk egy hajtányt, de hát mondjuk a hajtány az nem vonat. Ugye itt, nézzétek meg, hogy elég komoly anyagokból van építve, mondjuk az ágyazat az sima, ilyen murvaszerű kőörlemény, gondolom mészkő. És akkor nézzétek meg, hogy itt van a kettes számú váltó, és akkor azt várná az ember, hogy a túloldalon az egyes legyen, de nem az lesz. Egyébként ott van az ütköző bak, ez is fönn van a Google térképen, hogy az ütköző, és utána mellette a manifesztálódott párhuzam, az valamelyik emlékmű, vagy mind a kettő. Hát azt nem tudom, és az ütközőn van egy ilyen kerek kis tábla, ami ugye egy megáll jelző, egy vágányzáró jelző, ugye ez a fekete szegélyű kerek tábla, benne egy vízszintes fekete vonallal ez a megáll jelenti, és ennek van állítható változata is, ami szabadot jelez, amit úgy néz ki, mint a váltójelző, hogy ha elfordítják, akkor olyan, mint a váltójelzőnek az egyenes iránya, tehát ilyen, és azokat ilyen például fordítókorongokon, tolópadokon, ilyeneken alkalmazzák, mert hogy ott, amikor valamilyen végállásban van a fordítókorong vagy tolópad, ahol valamilyen vágányra le lehet járni, akkor ugye szabad a jelzés, és amikor meg nem, akkor meg ugye a vágánynak tényleg vége van, és nem lehet tovább közlekedni, és akkor most itt bejárjuk, tartunk egy ilyen amolyan állomás bejárást, és megmutatom nektek a másik váltót ebben a, hát most már azért 9 percre sikeredett kurta vlogban. Látjátok, hogy mennyit tudok pofázni? Rikári tartja itt az állomás bejárást, egyébként betonaljak vannak, teljesen új betonaljak, ilyen kisvasúti betonaljak, és szerintem ezek 48-as sínek, úgyhogy elég komoly felépítmény van, ez nem egy hamar fog leromlani ez a pálya, hát reméljük, hogy sokáig élvezhetjük itt a kisvasutazást, hát én ma nem tudtam élvezni, és korábban sem, mert egyszer a 90-es években jártam itt, és akkor sem járt a kisvasút, mint ahogy a hosszú tiszakécskei videómban elmondtam, hogy ugye a 90-es évek elején szünetelt itt a kisvasút közlekedés, mert hogy ugye a rendszerváltás után megszűnt, és csak 96-ban tudták újra indítani akkoriban. Én pedig úgy jártam itt, hogy akkor pont nem volt üzem, és ma is így sikerült így itt járnom, hogy nincs kisvasúti üzem, de egy egészen más okból. És akkor itten haladunk tovább az állomás bejárással. Ugye a kitérő az nem betonaljas, hát azért ezt a nagyon sokféle kis betonaljat ilyen kis mennyiségben elég drága lett volna, gondolom, legyártani. A talfát levágni meg sokkal egyszerűbb, úgyhogy nyilván ez nem egy szabványos dolog, egy ilyen 48-as rendszerű kisvasúti kitérő, nagyjából egyedi, vagy hát néhány darabot gyártanak belőle néha-néha, tehát azért nem éri meg annyiféle betonaljat önteni, ahány hosszúságú kellene ide talpfánál, meg ugye hát így látjátok, ugye, hogy így a két vágány távolodik, vagyis hát válik el egymástól, egyre hosszabb aljak vannak, és hát ez betonaljból ugye nem mindegy, mert ugye mindegyiknél a megfelelő furatoknak és tipliknek ott kell lenni, tehát annyi félét kellene önteni, hát ez nem annyira éri meg, és ezért nyilvánvalóan érthetően talpfával van a kitérő gyártva. Én nem is láttam még kisvasúti betonaljas kitérő, de ettől függetlenül lehet, hogy van. Na és akkor az érdekesség, ugye azt vártuk volna, hogy az állomásnak az egyik végén kettes váltó, a másik végén egyes legyen, de itt a másik végén négyes van, úgyhogy itt valamilyen vagy félreértelmezés, vagy szándékosan van így számozva, hogy a vonalnak a, hát ha ez a kezdőpontja, akkor a kezdőpont felüli végén a páros váltók, és akkor gondolom, hogy a másik végén ilyen egyes, hármas ilyenek lehetnek a másik végállomáson, de ott most nem jártam. Na hát ilyen kis érdekes eltérést látunk itt az megszokott vasúti rendszerektől, itt a tiszakécskei kisvasútnál. Én most ezt a kis nem is olyan kurtára
sikeredett Kurtának tervezett vlogot befejezem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és hát tartsatok velem legközelebb is, jöjjetek el Tiszakécskére kisvas utazni, de előtte tájékozódjatok, hogy közlekedik-e, nehogy úgy járjatok, mint én. Na, még egyszer köszönöm a megtekintést, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és sziasztok! Csüssz! Nekem indul a buszom.